Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél Mbumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Én Krisztián vagyok és ebben a videóban elérkeztünk a FIFA 23 Draft to Glory nevezetű sorozatunkhoz. Az első epizódban, azaz a mai részben egy sima csapatot fogunk összerakni a legjobb játékosokból, azonban ismételten van lehetőségetek a komment szekcióba leírni, hogy milyen csapatot építsünk, illetve mi alapján menjenek ezek a draft kihívások, úgyhogy várom az ötleteket a komment szekcióban. Ha pedig még esetlegesen új vagy a csatornán, akkor mindenképpen kattints rá a feliratkozás gombra, hiszen ez a legjobb visszajelzés számunkra, hogy szeretitek ezeket a tartalmakat, innen is nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek! Amint láthatjátok, egy teljesen új akkunton fogunk kezdeni, ezen van 560 ezer zseton, illetve 26 ezer FIFA pont. Ugye nem a Road to Glory-s akkunton fogom ezt csinálni, hiszen arra nem töltünk fel egész évben FIFA pontot, illetve zsetont sem vásárolunk, ezen az akkunton sem lett zseton vásárolva, viszont ez az akkunt az, amit még régen láthattatok, hogy csináltunk egy pay to win-es akkuntot, feltöltöttünk vagy 200-250 ezer FIFA pontot, és nyitogattunk egy élőadás keretein belül, úgyhogy ez gyakorlatilag egy full szűz akkunt. 4-5-1, 5-1-2-2, 4-1-4-1, 4-3-2-1, vagy 4-2-2-2, én a 4-2-2-2-t fogom választani, hiszen számomra ez a legkedveltebb formáció idén. Kapunk is 5 darab játékost, aki közül kell választanunk, ez lehet Luka Modric, Terrier, Bailey, valamint Cruyff és Messi. Hát én amondó vagyok, hogy szerintem Modricnak ezt a kártyát ki kéne próbálnunk, csak az a problémám, hogy out of position lesz, viszont ezt a Cruyffot is nagyon ki szeretném próbálni, de én mégiscsak a Modricot fogom választani, hiszen ő a kedvenc játékosom a való életben. Na lássuk a következő játékost, az szerintem Zakariának lesz ez a lapja, tökéletes lehet a számunkra. Dempsey sem lehet egy rossz választás, bár nagyon-nagyon sok összhangunk nincsen, majd valahogyan össze kell hoznunk, és egy Bappé, vagy pedig Cahill. A Cahill nagyon jó lehet, de a Bappé, vagy akár a Fernando Morientes is egy jó kártya lehet. Hát én a Bappét szedném ki amúgy leginkább, de lehet, hogy a Cahillt kéne maga az összhang miatt. Megpróbáljuk a Bappénak valahogyan a kártyát be. Azt a kurva! Kapunk egy Ronaldót, egy Hernandezt, egy másik Ronaldót, egy Crespót és egy Föllert. Hát egyértelmű, hogy a brazil Ronaldót fogjuk kivenni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az ő kártyájára. Fú, nagyon dobálja a draft, gyerekek, nagyon dobálja a draft. Van itt Reina, Sunny, a Sunnynak ez a kártyája eszeveszettül bohóc lehet. Illetve hát jó értelemben természetesen. Gomez is akár egy jó opció, és szerintem én a Gomezt fogom kivenni. Nézzük a következőt, LB pozícióját. Mendit fogjuk kiszedni, mert ő ad hát nem ad chemistryt mondjuk a izének, a Modricnak, mert ez így kakez, de jó ez így. Kordobát is be lehetne építeni, de szerintem én a Mascheranót fogom kivenni. Akkor megpróbáljuk ezt a Kordobát, megnézzük, hogy mit tudunk vele alkotni. Aha, van itt egy World Cup Brazil Dani Alves, meg van egy Zambrotta is. A Zambrotta azért lenne jó, mert több játékosnak is adám összhangot. Viszont itt van még egy Carvajal is, aki szintén egy jó opció lehet, de én Dani Alvest akarnám kivenni. Úgyhogy Dani Alvest fogjuk kivenni. Kicsit megpörgettük, szotyimotyizgattuk a témát. Legyen a kapuban szerintem Donnarumma. Azt a kurva! A Yaya Touré, gyerekek! Mekkora bíztím amúgy! Úristen, nagyon jók vagyunk, srácok, eddig. Hopp, egy Donovan is érkezik, akit szerintem szintén nem nagyon tudunk beépíteni. Hát igen, igen.
Necces, necces. Kéne egy nagyon jó CB. Léci. Ó, hogy basznád meg. Már bocsánat. Hát ez nagyon nem lesz jó, ha nem lesz CB-nk. És nem lesz CB-nk. We are in a huge trouble, boys. Így 21-es. Mint a faszom. Na, jól van gyerekek. Hát szerintem ez lesz a team amúgy. Az a baj, Musialát sem tudjuk beépíteni. Tudjátok, mi kéne nekünk? Egy spanyol edző. Kérlek, egy spanyolt adj be. Bazd meg. Jó, hát akkor a Premier League-est fogjuk kivenni. Langley-nek így lesz valamennyi összhangja. Hát nem tudom, hogy mit tudunk kezdeni egy Langley-vel a közép hátvéd pozíciójában. Ebben a részben nem másról lesz szó, mint hogy a legnagyobb állóképességgel rendelkező játékosokat fogjuk kiválasztani, beváltjuk a 300 FIFA pontot, és nézzük gyorsan, hogy milyen opcióink lesznek. 4-2-3-1, 5-2-2-1, 4-3-1-2, 4-1-4-1, 3-4-3 flat. Hát én a 4-2-3-1-en gondolkodom, és szerintem én azt is fogom választani, megnézzük, hogy itt miket tudunk alkotni. Egyből kapunk megint egy 95-ös Ronaldót, természetesen kivesszük, nézzük a cam. Ezt elbasztam. Hát a staminát kellett volna nézni, bazd meg. Hát szerintem nem a Ronaldónak van a legnagyobb staminája, de majd mindjárt megnézzük, hogy mennyi. Bazd meg, totál elfelejtettem, úgy belekezdtem a mondandomba. Szóval 92 staminája van a Bruno Fernandesnek, 90, 82, 65, 86. Hát akkor magyarán a Bruno Fernandest kell kiszednünk. Nézzük meg, hogy hanyasa, hát 82-est. Nem tudom, hogy tőle van-e jobb is. Elnézést, kicsit belefeledkeztem itt az epizódba. Jól kezdünk, geci. Na nézzük, az, hogy 80, 72, 84, 86, úgyhogy az Otávio-t fogjuk kiszedni. Nagyszerű, portugál linkek. Cam, vagy bocsánat, CDM pozíciójában 72, 87, 90, 81, 75. Akkor Amrabat lesz a mi választásunk. Lássuk a következőt. 93, 82, 90, 81, 75, úgyhogy Adams-et fogjuk kiszedni. Lássuk az elem pozícióját. 87, 77, 95, 87 és 77, úgyhogy Olainkát fogjuk kiszedni. Lássuk a következőt. 84, 84, 85, 85, 88, úgyhogy Günther lesz a mi játékosunk. Következő, az a Cordoba, de jó lenne. 88, 82, 81, 63, 56, nagyon jó, Cordoba tesónkat ki tudjuk szedni. Következő játékos. 67, 41, 74, 74, 61, akkor én dönthetem el, hát én a Godfrey-t fogom kiszedni, hogy legalább valami kis összhangunk legyen. 87, 78, 77, 91, hát ez egyértelmű, hogy Lucas Vázquez lesz. Következő játékosunk, Donnarumma, ja hát itt nem tudunk ugye staminát nézni, úgyhogy itt természetesen csak és kizárólag az összhangra fogunk hagyatkozni. Hát talán a Szczesny lehet a legjobb választás, én úgy gondolom. Nézzük a Szczesnyit. Következő, hoppá, jött egy ikon Casillas, az egy jó opció lehet, ugyanis ha beépítjük, akkor neki lesz bizony összhangja, nézzük is meg. Hát nem a legerősebb draft életem során az egyszer azt a kurva. 90, 74, 77, 89, 85. Ezt nem akarom elhinni.
Tehát egy szalát kell úgy kiszednünk, hogy itt lenne egy World Cup-os Eusebio Lapanteras Negras, meg egy Pelé is. Azt a kurva. Na jó, nem baj, betartjuk a szabályokat, ha már Ronaldónál lehet, hogy csaltunk, bár nem vagyok benne biztos, de megeshet. Nézzük a következőt. 87 vagy 66, 87, 83, 93 Foden lesz a miénk. Következő. Ő a kapusnál, nem tudunk. 88, 94, 78, 76. Akkor ez Theo Hernández lesz. És akkor az utolsó játékosunk pedig... 83, 82, 67, 69, 81. Mennyi volt neki? 83, neki még 82, ugye? Aha, akkor ő lesz. Na nézzük csak meg, hogy ő ad-e valami összhangot? Hát sajna nem. Hát nem a legélesebb kések a fiúkban. A fiúkban ezek a fiúcskák. De szerintem egy szalát be tudunk hozni. Az összes többi meg olyan elmegy kategória. Egy menedzser kihúzna a szarból amúgy. Hát, ez nem sűrűn húz ki a szarból. Most ő ha olasz, vagy bocsánat, spanyol, akkor miért nem ad chemistry-t a izének? Ez most bagos, vagy tényleg nem ad chemistry-t? Hát a fanbommel ad egyet neki, de a izének miért nem ad chemistry-t? Például a Lucas Vázqueznek. Na mindegy, én Lopategit veszem ki, Szopategi. Mindegy, hát most nem azon az egy chemistry-n fog múlni igazából, én azt mondom.